Kedves diákok, köszöntelek benneteket! Péter Krisztina vagyok, az Adai Műszaki Iskola Magyar Nyelv és Irodalom szakos tanára, és a mai előadásban a középiskolák negyedik osztályosaihoz fogok szólni, az előadásom témája pedig a groteszk és az abszurd dráma lesz. Vágjunk is bele! Kezdjük egy kis történeti áttekintéssel, nézzük meg, hogy mi is az a dráma, hogyan is alakult ki ez a műnem. Ugye az ókorra tehető a dráma műnemének a kialakulása, a három műnem egyike, ugye a líra és az epika mellett, és amit fontos megjegyeznünk, hogy vallási eredetű műnem, ugyanis a gyökereit azt az ókori hitvilág rítusaiban kell keresnünk. Ugye bizonyára történelemből is említettétek, vagy akár első osztályban irodalom kapcsán is beszéltetek róla, hogy az ókori többisten hívő görögök ugye különféle misztérium játékokat, különféle vallási szertartásokat mutattak be, amelynek során nagy szerepet kapott az úgynevezett kar, aki ugye a szövegeket mondta. Az idő előre haladtával ebből a karból kivált egy személy, a karvezető, aki külön feladatokat kapott. Ő volt az, aki különféle cselekvéseket végzett, és később már saját szövege is lett. Később a karból egyre többen válnak ki, egészen odáig, hogy ez a kar végleg eltűnik, és ugye a vallási jelleg is háttérbe szorul, és egyre inkább a világi témákra, a hétköznapi embereket érintő konfliktusokra reagálnak ezek a művek. Kezdetben a színpadon csak férfi színészeket láthattunk, ők játszottak minden szerepet. Erre úgy volt lehetőségük természetesen, hogy a színészek maszkokat viseltek, mivel kezdetben ugye vagy a vallási jellegből adódóan isteneket, félisteneket, hősöket játszottak el, akit ugye ember nem testesíthetett volna meg a puszta valójában, vagy pedig valamilyen elvont fogalmakat jelenítettek meg a színpadon, és ehhez is szükségük volt maszkra, valamint természetesen ugye a női szerepek esetében, amikor azért persze nem felnőtt férfiak, hanem inkább fiatal fiúk játszották ezeket a karaktereket. Az ókori dráma jellegzetessége volt ez a bizonyos hármas egység, ugye a hely, az idő és a cselekmény egységessége, és később alakultak ki például a felvonások, amelyek már a reneszánsz dráma és a reneszánsz színház újításai közé tartoznak. Ugye a dráma fejlődésének történetében Shakespeare színháza az egyik jelentős mozzanat, aki megújítja magát a színpadi teret, ugye egy hármas tagolású színpadot alkalmaz, ami már lehetővé teszi párhuzamos cselekvések megjelenítését, vagy a lineáris időtől való eltérést is. A modern dráma majd a 19. század vége felé keresi az útjait, és igazából a 20. században alakul ki. Nézzük meg, hogy miben is tér el a modern, a klasszikus drámától. Hát elsősorban ugye, amit a dráma műnemének tanításakor mindig kihangsúlyozunk, ugye a klasszikus dráma az előadásra szánt mű, azt szoktuk mondani, hogy színpadra szánja az alkotója. A modern dráma esetében ez már nem feltétlenül állja a helyét, ugyanis külön válik az előadás és a szöveg. Mindkettő önálló alkotásként funkcionál, a dráma olvasható magában, értelmezhető magában, és az előadás is ugye a rendező meglátásaitól függően más és más képet adhat. A klasszikus drámában a mű üzenete az egységes volt, és a hangsúly az az átélésen volt a nézők szempontjából. Ehhez
képest a modern dráma szubjektivizálódik, a befogadás tehát attól függ majd, hogy a nézőnek milyen előzetes tudása, milyen élettapasztalata van, és már nem az átélés lesz a lényeg, hanem az, hogy elgondolkodtassa a mű a befogadót. A klasszikus dráma meglehetősen látványos volt. Ugye gondoljunk csak például egy kosztümös előadásra, akár például a Rómeó és Júliára, ugye báli jelenet, kastélyok megjelenítése, herceg van a főszereplők között, ugye a jelmezekre gondolhatunk. A modern drámában ezek a külsőségek tulajdonképpen elvesznek, leépülnek, csak a minimális kellék marad a színpadon, a jelmez leegyszerűsödik, és ami tulajdonképpen a díszletből, a jelmezből, a kellékekből megmarad a színpadon, az utalás értékű, tehát akár egyszerre több funkciót is betölthet. A klasszikus dráma ugye az ókorból hozza magával a jellegzetességeit, ezt az örökséget hosszú időn keresztül viseli is magán, amíg a modern dráma esetében már nem is beszélhetünk a műnem tisztaságáról, de nem csak a műnemek keveredése figyelhető meg, hanem akár a művészeti ágak egymásba játszása is, ugye a képzőművészet, a táncművészet, a zene, de akár a film is beszivároghat a színpadra. A klasszikus dráma a valószerűségre törekedett, tehát az ábrázolás módja az realisztikus volt, még ezzel szemben ugye a modern drámában két új fogalommal is találkozunk, a groteszkkel és az abszurddal. A klasszikus dráma cselekményében mindig egy logikai sémát tudunk követni, van ok-okozati viszony a cselekmény egyes elemei között. A modern drámában ez is lazul, sőt, gyakran el is tűnik. Visszaszorul a cselekmény, és inkább intellektuális téren zajlik a történés. A korábbi drámában az értékrend az minden esetben egységes volt, tehát meg tudtuk állapítani, hogy ki jó és ki nem, mi jó és mi nem. Ezzel szemben a modern dráma mindent relativizál, mindent elbizonytalanít, pontosan azért, amit már említettünk, hogy elgondolkodtassa a befogadót, hogy a saját megélt tapasztalataink alapján tudjunk dönteni. És természetesen ugye a modern dráma tárgya is más lesz már, mint a klasszikus drámáé, ebből is adódik ez a bizonytalanság. Ugye az ókori és a klasszikus drámának a legfontosabb eleme a konfliktus volt. A főszereplőnk, a főhősünk valamilyen cél felé haladt, és azért, hogy meg tudja valósítani a célját, azért vállalta a konfliktusokat, amelyeknek a következtében ugye akár el is bukhatott, akár fizikailag is megsemmisülhetett. A modern drámában már ez a konfliktus is inkább lélektani, és a szereplő tudatában jelenik meg. Tehát nem a konkrét fizikai cselekvések szintjén találkozhatunk a konfliktussal. És ahogy a konfliktusnál már említettem a hőst, ugye gondoljunk csak az ókori vagy a reneszánszkori dráma emlékeinkre, élményeinkre. Nézzünk akár egy Antigonét, akár egy Rómeó és Júliát, ugye igazi heroikus karaktereket látunk a színpadon. Olyan embereket, akik változtatni akarnak az adott helyzeten, amiben vannak, és, mint már mondtam, vállalják
ennek a következményeit, vállalják azt, hogy nem biztos, hogy a céljukhoz eljuthatnak ilyen formában. Ezzel szemben a modern drámában igazi antihősöket láthatunk a színpadon, míg a klasszikus drámában, ugye térjünk vissza az említett példákhoz, Antigoné ugye királylány, Rómeó és Júlia nemesi származású fiak. Velük szemben a modern drámában a főszereplők, mert hogy hősökről ugye nem beszélhetünk, tehát a főszereplők a társadalom peremére szorult, kivetett személyek is lehetnek. A dráma eredetileg tiszta esztétikai minőséggel rendelkezett, ugye el tudtuk dönteni, hogy tragédiával vagy komédiával állunk szembe, addig a modern drámában az értékek keveredését figyelhetjük meg. Ugye a tragikomédia lesz az egyik legkedveltebb műfaj. A dráma nyelve eredetileg gyakran verses formában íródott, később ugye már a prózai forma tör előre. A modern drámában leginkább a köznyelvhez közelít a dráma nyelvezete, és ebből kifolyólag a töredékes megoldások gyakran előkerülnek. A párbeszédek pedig, ugye, amire a dráma alapjába véve épül, már nem is valódi párbeszédek. Majd megfigyelhetjük, hogy gyakran inkább monológok hangzanak el a szereplőktől, és nem igazán figyelnek egymás mondandójára. Tehát tulajdonképpen egy ilyen látszólagos párbeszédet visznek színpadra, és természetesen majd ez is többletjelentést is hordoz magában. Két fontos fogalom hangzott el itt a korábbiakban, az egyik az abszurd, a másik pedig a groteszk. Mit is jelentenek ezek a fogalmak? Ugye azt mondtuk, hogy abszurd dráma. Az értelmezéséhez ennek a fogalomnak szükségünk van tudni azt, hogy az abszurd, az képtelent vagy lehetetlent jelent. Egy olyan dolgot, amely fölborítja azt a logikát, amit a hétköznapi gondolkodásunk követ, és tulajdonképpen felülírja az addigi ismereteinket, felülírja az addigi tapasztalatainkat. Tehát valamilyen váratlan, meghökkentő esemény, valamilyen váratlan, meghökkentő szituáció adja az alapját majd, vagy a minőségét majd a modern drámának. A groteszk fogalmával már a korábbi évfolyamokon találkozhattatok, ugye azt mondtuk róla, hogy ez egy összetett esztétikai minőség, ami a félelmeteset, a torzat vegyíti a komikussal, és ezáltal egy ilyen tragikomikus hatást fog elérni, tehát a rémület és a nevetés egyszerű egy alkalommal történő kiváltását jelenti tulajdonképpen. Hogyan is alakult ki a modern dráma? Hát természetesen, mint mindennek a gyökerét, ezt is a társadalmi és gazdasági változásokban kell keresnünk. Ugye a 20. században mire is kell ezek a változások alatt gondolnunk? Természetesen ugye a nagy gazdasági világválság, illetve hát a világháborúk, azok az események, amelyek rányomják a bélyegüket az emberek mindennapi életére, és ebből kifolyólag ugye az irodalomra is. Az addigi műfajok és maga a dráma műneme is képtelen lesz arra, hogy kifejezze a modern kor emberének a viszonyait, nem tudja ezeket hitelesen megjeleníteni, így szükség van egy új formanyelv kialakítására tulajdonképpen. Tehát a második világháború után jelenik meg ez az abszurd dráma néven is ismert irányzat, amely azt állítja, hogy az ember tulajdonképpen tehetetlen, nem sokat tud változtatni a saját sorsán, és ebből kifolyólag ugye a létezése is egy abszurd folyamat. A
dráma mindig is a tartalom és a forma összhangjára törekedett. Nem lesz ez másként az abszurd dráma megszületésekor sem, viszont ugye természetesen most egy újfajta tartalom és egy még újabb forma jelenik meg. A modern dráma nem akar semmit bebizonyítani a befogadó számára, csak ábrázolni, bemutatni kíván egy jelenséget, egy tendenciát a társadalmi életből. Tulajdonképpen sokkolni kívánja a befogadót, mert ha a közönség szembesül ugye a lét értelmetlenségével, akkor ebből egy olyan katarzis eredhet, amely tulajdonképpen egyenértékű a klasszikus dráma által kiváltott katarzissal. Kik tartoznak a modern dráma művelői közé? Három nevet említenék, egyikük Bertolt Brecht, a másikuk Friedrich Dürrenmatt és Samuel Beckett, a legjelentősebb talán mindannyiuk közül, mivel róla tanítjuk azt, hogy ő az abszurd dráma atya. Beckett egy ír származású drámaíró, de emellett regényeket írt, verseket és esszéket is alkotott. Igen, érdekes életet élt, mert az ír származása ellenére ő nagyon vonzódott tulajdonképpen a francia kultúrához. Ennek az oka kereshető abban is, hogy az ősei Franciaországból származtak el. Az angol nyelv mellett francia nyelven is alkotott, és tulajdonképpen ez adja meg az írásainak az egyik sajátosságát, ugyanis ő egy utólag elsajátított, egy nem anyanyelvként tanult nyelven is alkotott, ami ugye azzal járt, hogy egy meglehetősen szűk szókincsel kellett dolgoznia, mert természetesen nem tudott olyan árnyalatokba menően ábrázoló francia nyelvet használni az írásaiban, mint ahogyan azt egy anyanyelvi beszélő megteheti. A regényeiben a cselekményábrázolás és a jellemek háttérbe szorulnak, az elbeszélő és a hős között megszűnik a konkrét határ, és egy tömör próza jelenik meg az ő tollából. Felsoroltam a fontosabb műveit is, amelyek közül majd a későbbi órákon a Godóra várva című drámájával fogunk foglalkozni. Amit még fontos volna Beckettről elmondani, hogy az 50-es években tudott igazából hírnevet szerezni, függetlenül attól, hogy ekkorra már jó 15 éve aktív az irodalmi életben, és ez a hírnév, ez pontosan a Godóra várva című drámája kapcsán éri utol. 1969-ben irodalmi Nobel-díjjal is jutalmazták a tevékenységéért, és még egy érdekességet szeretnék megemlíteni nektek Beckett kapcsán, ugyanis a Guinness Rekordok könyvében is megtalálhatjuk a nevét, ugyanis ő jegyzi a világ legrövidebb drámáját is, amelynek a címe Lélegzet, és 1969-ben íródott. Magának a drámának a szövegkönyvét tovább tart elolvasni, mint megtekinteni a drámát. Ebből kifolyólag a színházak általában önálló előadásként nem is vállalják, félve ugye a közönség kritikájától a befektetett pénz és a kapott tartalom szintjén. Tehát a dráma nagyjából félperces időtartamot ölel fel, ezért ajánlanám számotokra az egyik YouTube-os előadását. Igen érdekes, mivel abszolút nem láthatunk benne élő szereplőt. Köszönöm szépen a figyelmeteket!